Sziasztok! Ez itt az Út a Wembleybe, a második rész, az Európa Bajnoksággal foglalkozó magazinunk második adása, és ahogyan már láthattátok az első részben, több témával foglalkozunk, komolyabban, illetve van egy kötetlen rész is, úgyhogy nézzük meg, hogy ma milyen tartalmakkal jelentkezünk. Rövid kibeszélő az Európa Bajnokság nyitó mérkőzéséről. Bemutatjuk a magyar válogatott 2016-os évének második felét, és lejátszottuk a mai mérkőzéseket a FIFA 20 játékban. Elsőként az olasz-török nyitó mérkőzéssel fogunk foglalkozni, ahol ugyan még vendég nem volt, itt a műsorunkban valószínűleg már csak jövő héten lesznek vendégeink, de addig is a saját rövid véleményemet hallgathatjátok meg erről a mérkőzésről. Tegnap tehát megvolt a nyitó mérkőzés, és mint láthatjátok itt a háttérben is, azt hiszem, hogy jobb háttér nem is lehetett volna, hiszen most van az Olaszország-Törökország mérkőzés ismétlése, úgyhogy hát akkor egyelőre még vendég ezen a héten nem lesz, akivel elemzünk, de a tervünk szerint jövő héten már igen, úgyhogy most engedjétek meg, hogy csak én mondom el a véleményemet erről a mérkőzésről. Hát először is maga a bevonulások, a himnuszok és az, hogy voltak szurkolók, az valami hidegrázós volt, tehát tényleg jó volt újra látni szurkolókat, tehát konkrétan az egész szezon úgy ment le, hogy erőltetett menet, zárt kapuk, hangulat nélkül, úgyhogy nem volt a legjobb futballszezon, az biztos, úgyhogy ez az EB, ez most tényleg egy ajándékként jött. Hát maga a mérkőzés, az első fél idő, hát jobb lett volna azt inkább elfelejteni, túl sok érdemleges momentum nem akadt, már akkor érződött, hogy jobbak voltak az olaszok, de volt egy elég szép török jelenet is, ugye, amikor Donnarumma kiütötte a labdát, aztán, hogy Csalhanoglu megtartotta, és még akkor az a sorokkal visszatett labda köténybe, szóval voltak a törököknek is jó megmozdulások, de egyértelműen Olaszország volt fölényben. És ezért mégiscsak nem akármilyen török válogatottat tudott legyőzni Olaszország, azt is tegyük hozzá. Mert hogy a második fél időben ugyebár Demirál szegényt már lehet sajnálni, hiszen nagyon szerencsétlenül ért a labdába, de ezzel megszerezték a vezetést, teszem hozzá, teljesen megérdemelten az olaszok. Még az első, a második fél idő elején azt hittem, hogy talán Törökországnak lehet valami helyzete, vagy lehet valami keresni valója itt a meccsen, hiszen Csengiz Ünder beállt, és egy nagyon nagy sprintet nyomott le, aztán tudott lőni, és az volt az első török lövés ott a 49. perc környékén. Aztán utána meg nagyon, nagyon jót tett a gól a meccsnek, szinte hát minden második, harmadik percben volt legalább egy helyzet, egy lövés, egy intenzív játék volt. Immobile megduplázta az előnyt, ott mondjuk kicsit Cselik védekezését annyira nem értettem, aztán utána jött ugye a második gól, ezzel 2-0 lett, és végül bebiztosította Olaszország egy nagyon szép Insigne gól, elő is megérdemelte egyébként, és tényleg amit tud, azt ott bebizonyította, hiszen még a meccs elején volt egy hasonló helyzet, azt meg mellé csavarta, ezt viszont behelyezte oda, ahol a labdának a helye van. Úgyhogy ezzel végül 3-0-ra nyertek az olaszok. Nagyon sima lett a mérkőzés, a játékképének és ők összességében megfelel, de a meccs előtt én nem gondoltam volna arra, hogy ennyire simán fogja megverni Olaszország Törökországot. És ez így nagy lecke, vagy nagy feladat lehet Walesnek és Svájcnak, a csoport további tagjainak arra, hogy itt valóban nem Olaszország ellen kell a pontokat gyűjteni, hanem itt ez a három csapat valószínűleg már most körbeverés fog egymással csinálni, hiszen nem hinném, hogy Svájc és Wales ezek után képes lenne egy pontot is elcsípni az olaszok ellen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, megérkezik az Európa Bajnokság, az Európa Bajnokság második mérkőzése, méghozzá Svájc-Wales a Shaqiri közben egy nagy lövéssel, és ez mellé, és a skótok sem. Mbabu mehet közben, Mbabu adja be, ott a gólhelyzet, Brillembolo mellé. Egy éve, közben a beadás, ott a lehetőség, bizony Wales előtt ott a fejes. Láttuk itt a pócselejtezőket, az euró rájátszásait, és hát végül mi is itt vagyunk. Mbolo. Mbolo, ott hagyja a védőit, Mbolo, az nagy zicser, Mbolo gól! Vezet Svájc a 15. percben, Mbolo ezt az zicsert már berúgja. Eddig sem volt unalmas találkozó, volt eddig három helyzet, három lövés, de az első kaput talált kísérletben is van. A korábbi Schalke jelenleg Mönchengladbach csatár Brill Mbolo góljával tehát vezet Svájc. A 8., Wales pedig a 18. Wilson. Daniel James, Jocsel James-től, James, kéri bent középen Bale, és ő is fejjel mellé. Rodriguezé lesz,
Ha csak nem, James lefutja, és lefutja Ricardo Rodriguez. Itt a gólhelyzet, James, micsoda gólt lő! Egyenlít vesz! Hát ez nem bürkin múlott, nagyon szépen átemelte a Manchester United fiatalja. Egy-egy! Egy kontra után egyenlítenek a Velsziek. Óriási labdát kapott, és jól tolja meg, lefutja Rodriguez-t. És beemeli az egyenlít. Továbbítni ebből a három csapatból, Allen közben, Allen lövi el, és az oldalálló csúrolja a kísérlete. Édi a bürki, az előző pedig a blokkban halt el. Na! Most Velsz itt a végén feltámadt. Vox, James. Beadja, ott a fejes is, ez mellé. Két gól, de rengeteg helyzet és egy kiegyenlített meccs, ami igen szórakoztató volt. Én köszönöm a figyelmet, megyünk Kopenhágába, viszonthallásra, viszontlátásra. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Kopenhágából jön a mai játéknap második összecsapása. Pörgünk tovább, Dánia, Finnország. Ugye már van, mert Dániának már van ugye Európa bajnoki címe. Ez elég érdekes volt, mert erről később mesélek, mert közben helyzet lehet. Eriksen, nagyon nagy labda, Viktor Fischer, nagy csel, Fischer ellövi, gyönyörű gól! Dánia tehát a 19. percben megszerzi a vezetést ezzel a szép Fischer góllal. Szerintem elsődlegesen nem őre számítottak, hogy ő lesz a dánok első gólszerzője az Euro 2020-as tornán. Viszont az ő góljával megszerzi a vezetést Dánia. Eriksen nagy labdát adott Fischernek, és itt ez a csel, majd utána a lövés. És ebből most mehetnek a dánok. Braithwaite közben, Braithwaite! Ellövi Braithwaite, és ott a második. 2-0 a Dániának, és azt hiszem, hogy nem is, hogy azt mondom, hogy eldőlt a meccs, de hogy nagyon közel van ahhoz a három ponthoz Dánia. Az biztos. A Barcelona játékos is betalált, tehát Braithwaite. Ában is nagyon nagy szerepet vállal Teemu Pukki. Azért a Premier League-ben is idén szerzett jó néhány gólt, egy is sereghajtó csapata a Premier League-ben, ez pedig a harmadik gól, Jussuf Poulsen. Ez most itt a finnek védelmi hibája. És ami a kulcs ebben a gólban, Poulsen pedig lecsapott erre a labdára, és már 3-0-ra vezetnek a dánok. Jó volt a beadás, kifejelik, nem figyelnek ott a finnek. Na ebből most meg lehet lódulni esetleg egy szépítő gólra, sőt Pukki indul. Christensen rajta, Pukki. Norwich Chelsea meccseken is találkoztak már egymással. Hetemaj gól helyzetben gól! Na itt van Finnország első gólja az Európa bajnokságon, az első kapu talált lövésből. Pukki assziszt, Hetemaj gól. Nem ússzák meg a dánok kapott gól nélkül. 3-1. Hát kontrát azért jól tudnak végigvezetni a finnek. Gyakorlatilag a második helyzetükből az első komolyból gólt szereznek. Szentpétervár a következő helyszínünk, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jön az Európa bajnokság, az E-Európa bajnokság rangadója, úgymond a második napon. A selejtezőkben is összecsapott ez a két válogatott, amelyet a nyári VB-n nyújtott teljesítménye után került a Monakóhoz, de hát Cserisev volt talán tényleg a húzó embere akkor az oroszoknak. Szaúd-Arábiai góljaival mutatkozott be. Lukaku helyzetben közben is vezetnek a belgák a 20. percben. Egy orosz védelmi hiba után Lukaku kilép, és ott az első belga gól. 0-1. Lukaku azon a 4-1-es selejtezőn is betalált tavaly ősszel. Ugye Belgium az összes meccsét megnyerte a selejtezőkben. Legutóbbit 6-1-re Ciprus ellen, de volt 9-0-ás sikerük is San Marino ellen. Teszem, hogy Hazár. Lukaku kapja Hazár. Egy nagy bomba! Megint Akinfejev. Nagyot torna. Nagy labda Dziubának, ott a gólhelyzet, Dziuba még! Dziuba gól! Egyenlít Oroszország! Dziubának megvan tehát a 35. válogatott meccsén a 21. gólja. Egy húzásból ott az egyenlítő gól. Ki egyenlít Oroszország Artyom Dziuba góljával? Ő volt az, aki ugye a spanyolok elleni Ebony Carrascót, a PSG játékosa jött tehát, Golovin. Dziuba, és megtartja Alderweireld, de szemben Courtois, de mindig ott van Dziuba gól! Hát csak begyötörte, vezet Oroszország, kérem szépen a 62. percben, Dziuba csak begyötörte Courtoisnál. Nem volt ez szerintem, hát nem az EB legszebb gólja volt, de gólnak gól. Mertens közben, Mertens helyzetben, Mertens még mindig, Mertens 2-2!
lőni. Még ott van Zobnyin előtt. És egy kapáslövés, ami mellé megy. Ezzel ér véget a meccs. Végül 2-2-es döntetlent játszik egymással Szentpéterváron Oroszország és Belgium. Még az első adásban elkezdtünk egy sorozatot, ez pedig a magyar labdarúgó válogatott éveit mutatja be 2016-tól, tehát az Európa-bajnokságtól. Nos, a 2016-os évet ketté szedtük, hiszen eléggé sűrű volt a naptár, és az Európa-bajnokságig mutattuk meg, és utána összejöttek a VB-selejtezők, illetve egy elég emlékezetes barátságos vagy búcsú meccs, innen lehet, hogy már jobban bederengél. De hogyha mégsem, akkor nézzétek meg ezt a rovatot, és ki fog derülni, hogy miről is van szó. A sikeres Európa-bajnokság után több szurkolós reménykedett abban, hogy esetleg a világbajnoki részvétel is összejöhet. A magyar válogatottat a portugál, a svájci, a feröeri, az andorrai és a lett válogatott mellé sorolták egy selejtező csoportba, és innen kellett volna valahogy kijutni a 2018-as oroszországi futballvilágbajnokságra. Igen ám, de a kicsit átalakult magyar válogatott rögtön Torshavnben Feröer ellen 2 pontot ott hagyott az északiaknál. Svájc ellen pedig egy nagyon fájó vereséget szenvedett. Gulácsi nagyot védott az ismétlés, és az gól. És Ler megpattan a labdát, Szalai gyorsan egyenlítünk, és ez nagyon fontos, 2 percen belül. Shaqiri, jön Dzsuzsák, gyönyörűen szerel, csak Behramihoz pattan a labda. Rodriguez! Ekkor a gólt jött Fiola mellett. Dzsuzsák emeli vissza, Stieber a hosszú oldalon, Stieber eltalálja Szalai. Középen. Bedobja az ötösig, ott a csúsztatott labda, még mindig ott van, és öngollandról megy be, hát ez hihetetlen! Stokker a gólszerző, aki most állt be, ezt nem érdemeltük meg! Pár nappal később Rigában viszont Lettország ellen Gyurcsó Ádám vezérletével javított a Stork csapat, 2-0-ra nyertünk. A novemberi VB-selejtezőn Gera Zoltán megszerezte többek között 26. és egyben utolsó válogatott gólját, rajta kívül Lang Ádám, Szalai Ádám és a Lettországban parádézó Gyurcsó Ádám is betalált Andorra ellen a 4-0-ás kiütés során. Pár nappal később pedig Király Gábor és Juhász Rand utolsó válogatott mérkőzésüket játszották Svédország ellen egy barátságos találkozó keretein belül. Többek között ezen a meccsen debütált Hangya Szilveszter vagy Botka Endre, de Megyeri Balázs is, végül 2-0-ra kikaptunk. Úgyhogy én ezzel búcsúznék, viszont ahogyan az előző adásban úgy most is elhoztam egy olyan kötetlenebb rovatot, egy olyan kötetlenebb részt itt az adásban, hiszen ezúttal egy olyan játékot fogok kitölteni, és persze titeket is invitállak erre. A csapat címerekből kell kitalálni a válogatottat, és hát hogy 24-ből nekem mennyit sikerült elérni, azt megtudhatjátok, illetve hát írjátok meg, hogy nektek is mennyit sikerült. Először csináltam ilyet, úgyhogy nézzétek el, hogyha elég gyengére sikerült, de bízok benne, hogy majd a főleg így az EB vége felé már több rutinom lesz az ilyesmi videókban, és akkor majd még jobban tudtok szórakozni, vagy még jobban tudjátok élvezni. Úgyhogy én ezzel búcsúznék, de végleg még nem köszönök el, hiszen aki még velem tart, az megnézheti ezt a játékot, és ki is töltheti. Úgyhogy majd találkozunk holnap, hiszen holnap is lesz út a Wembleybe. Sziasztok! Úgyhogy akkor nézzük ezt a játékot, ahol ugye ki kell most találni majd a klubcsapatok alapján, hogy melyik nemzeti 11-ről van szó. Úgyhogy akkor nézzük az elsőt is. Hát Celtic, Rangers, ott van a Liverpool is, Arsenal, Tierney, Liverpool, Robertson, Manchester United, McTominay, ez valószínűleg Skócia lesz majd. Vélhetően így is van. Ugye a skótok tehát az első csapat. Igazán a legegyszerűbben indul azért a játék. Na nézzük a következőt, ez szinte biztos, hogy Anglia. Everton, Pickford, kapu, Dortmundból Sancho, az összes többi Premier League játékos. Úgyhogy ez szerintem szinte biztos, hogy a másik brit csapat Anglia lesz majd. Kény csatár, így is van. Ezek tehát az angolok lesznek így. Hát eddig 2-ből 2, majd írjátok le ti is, hogy nektek mennyit sikerült összehozni. Ez pedig egyből rá lehet vágni. Ezek leszünk mi, Magyarország, Gulácsi a kapuban, Apollom, még korábban Szalai Attila, klubja Lang, Botka, Kalmár, Nagy Ádám,
Hollander, Nikolic, Szoboszlai, még annál az Salzburgtól, és Bese, úgyhogy Sigér is, úgyhogy így állunk föl mi. Ezek még ugye korábbi klubok, meg a téli átigazolások előtt. Na, hát ez már komolyabb és fogósabb, viszont a Crystal Palace ott a kapuban szerintem Hennessy lesz, és így szinte egészen biztos, hogy ez Wales, már csak a csatársorba is rá lehet jönni, ugye Tottenham és Manchester United, tehát Bale és James, ha minden igaz, úgyhogy itt Walesnek kell lennie, és végül Wales is, úgyhogy egyelőre 4-ből 4. Akkor ötödik klub. Ez viszont Észak-Macedónia, két fehérvári játékos, ugye Nikolov már átigazolt a Leccsébe, viszont ott van ugye Musliu, illetve még korábbról Elmas, a Napoli, igazából erről a három klubról végül bederenget, hogy ez bizony Észak-Macedónia lesz majd, úgyhogy 5-ből 5 eddig. Jöjjön a hatodik, Spanyolország ...nak kéne lennie, és szerintem az is lesz egyértelmű, Deká kapu. Ott középpályán Manchester City, Rodri, Liverpool, Thiago, Gerard Moreno csatár, és Fati, valamint Torres a két szélső, úgyhogy ez igen Spanyolország. Szerintem ugye például ott van Ramos is, ő azt tudjuk, hogy az EB-n nem fog részt venni. Ez Dánia lesz, megint csak kapusposztról jöttem rá így egyből, Schmeichel. És meg kell a Leicesterből, és akkor innentől kezdve pedig azért a többi is megegyezik, tehát ott az Inter, ugye Eriksen, Braithwaite, Barcelona, Dortmundból ugye Delaney, úgyhogy ezek a dánok lesznek. Ez ugye azért egy-egy címerből már rá lehet jönni, de hogyha abból nem is sikerül, ott van még további 10. Úgyhogy nézzük a következőt. Svájc, megint csak a kapusposzt, úgy néz ki nálam ez ilyen beállítottság, elé nem csak a kapusposztot mutatni, mint Gladbach és ugye vagy Zommervéd, úgyhogy ez Svájc lesz, és ilyenkor azért érdemes ránézni a többire is, hogy valóban egyeznek a címerek, de egyeznek, hogy azért nyilván nehogy véletlen hülyeséget mondjak, de igen, már a Liverpoolból meg az Arsenalból is rá lehetett jönni, és akár Shaqiri is annak különöntől kezdve összeállt, hogy ez Svájc. Viszont már kicsit fogósabb. Hollandia lesz, ha minden igaz. Most kivételesen nem a kapus, hanem a csatárposztról ugrott ez be nekem, ugye ott van De Jong elől, aztán innantól kezdve Leon Depay, és akkor így már egyértelműsödött, hogy ez Hollandia. Hát egyelőre engem őszintén szólva pont ez fogott meg legjobban, már pedig azért a holland nem az ilyen kisebb válogatottak közé tartozik. Akkor nézzük a következőt. Nem tudom, valaki számon tartja, ez már hányadik, én megmondom őszintén, hogy nem. Úgyhogy most ebben nem is mennék bele. Azt hiszem, hogy Ausztria. Nem Ausztria lesz. Lászkból gondoltam erre. De, akkor mégiscsak Ausztria. Hát, ez az egy tipp bejött. Ez most már jobban megfogott, mint a holland. Kezd nehezedni a játék. Ez viszont Horvátország lesz így elsőre, aztán utána másodjára is rá tudom mondani. Modric Real, Perisic Inter, Livakovic Dinamo Zagreb, Kovácsics Chelsea, ez Horvátország lesz, és ott Brekalvedő, mint Wolfsburgi. Úgyhogy ezek egyértelműen a horvátok. Ez most kicsit könnyebbnek ígérkezett legalábbis számomra. Nyilván különbözőek vagyunk, szóval nézzük a következőt. Ha minden igaz, ez Svédország lesz, ott már egy Evertonos kapus ugye az angoloknál, Pickford, viszont második számú kapus Olsen, és megint csak a svéde, vagy megint csak a kapusposztról jutott eszembe, de hát ott van Lindelöf United, Kulusevski, Juventus, Isak Real Sociedad, Forsberg, Lipcse. Úgyhogy ilyentől kezdve már nem volt annyira nehéz összeállítani ezt az egészet. Nagyjából 14.-15. válogatottnál járhatunk, szóval a felén már túl. Na nézzük, Finnország lesz, itt ezt a legkönnyebb talán a Norwich címerből lehetett kitalálni a csatárposzton, hiszen ugye Teemu Pukki nélkül lehet, a Finnek még a negyedik helyet se csípik meg a selejtező sorozatban, tehát elképesztő gólmennyisége volt Pukkinak a selejtezőkben, meg még a kiismert nyilván a Leverkusenből Hradecki, és valahogy az ő neve valamiért nem tudom miért nem ugrott be. És hát ott van Álhó is, aki ugye azóta már az MTK-ba igazolt, úgyhogy lehet, hogy onnan is már egyszerűbb lett volna, hogyha ez ugye kicsit később készül ez a videó, vagy frissebb. De is azért egész jónak ígérkezik, és hát itt van a következő válogatott, ez Csehország lesz.
Slavia, Praha, Viktoria Plzeň, ezek mind cseh klubok, de ott van a sevillai címer a kapuban, Vaclik, szóval már innen is össze lehetett állítani ezek, tehát a csehek, kb. 16.-17. válogatottnál. Törökország, itt elég volt a Lille címerre ott ránézni előtt, Burak Yılmaz, és aztán a többi is megegyezik, Milan címer, Csalanoglu, a török klubcsapatok, tehát Fenerbahçe, Başakşehir, ugye ott van Zeki Çelik is a Lille-ből, még Csengiz Ünder a Rómából, szerintem igen, Ündertől jelképezte ott a Róma címér, ugye most már Leicesterben van Ünder, úgyhogy ezek tehát a törökök, akik ugye majd a nyitó meccset is játsszák, vagy játszották, ezt még egyébként a nyitó mérkős előtt veszem fel ezt a kvízjátékot, és hát ez Ukrajna, itt van a Ferencváros címer, viszont nem erről ugrott be nekem, hanem igazából a Shakhtarról, és akkor onnantól kezdve már ugye Zubkovra gondol itt, ha minden igaz a játék, így is van. Hát ott van azért West Hamről Jarmolenko, Zinchenko a Manchester Cityből. Nem már össze lehetett állítani, hogy ezek az ukránok. Következő, Rui Patricio Wolves, és akkor jelentől kezdve ez a portugál csapat lesz. Guerreiro, Pepe, Ruben Dias, Cancelo, el ugye João Félix, Ronaldo és Diogo Jota. Ugye Bernardo Silva talán minden igazott a Manchester City címer, így is van Bruno Fernandes és Danilo Pereira, úgyhogy ezek majd a mi csoport ellenfelünk, a portugálok. Folytassuk akkor. Ha minden igaz, ez Lengyelország lesz. Két címerből lehet legjobban rájönni. Az egyik ott alul Juventus, Szczesny, és elől pedig Lewandowski, ugye Bayern München. Úgyhogy ezek lesznek majd a lengyelek. Más válogatott nem is lehet, így is van Lengyelország. Tehát... Következő, Real Madrid kapuba, Courtois első számú kapus, és azt hiszem ez Belgium lehet is, mert Vertonghen Benfica, Denaye Lyon, Alderweireld Tottenham, előtt ott van Lukaku, De Bruyne, Hazard, ez bizony a belga csapat lesz majd, három Dortmundival a kezdőm, ugye Thorgan, Hazard, Witzel és Meunier, ezek a belgák, torna egyik nagy esélyesei. Igaz, nálam nem ők a legfőbb favoritok, de mindenféleképpen esélyesnek tartom őket. Hát itt elég ránézni, tehát aki mondjuk a topligánkon kívül is nagyjából pár címerrel tisztában van, hát itt szinte full orosz az egész, úgyhogy ez egyértelműen az orosz válogatott lesz. Spartak Moszkva, Zenit, Lokomotív Moszkva, úgyhogy innen már össze is állt, ezek lesznek az oroszok. Kíváncsi leszek egyébként, hogy ők tudnak-e hasonlót nyújtani, mint a 2018-as VB-n, most megint házigazdák lesznek, igaz csak részben. Ezért az, hogy pályafélnek a csoport körülbelül majd számítani fog. Minden igaz, ez lesz a világbajnok csapat, így is van, Loris kapuba, Tottenham, Mbappé, Dembélé, ahogy Dembélére gondol, de szerintem Griezmannra inkább, illetve Coman, ott a támadó szekciót nézve, úgyhogy ezek igen a franciák lesznek. Pogba, Kanté, Rabiot, félelmetes kerete van Franciaországnak, hát nagyon remélem, hogy azért szép eredményt érünk el ellenük. De egyáltalán nem lesz könnyű. Az olasz klubokból én Olaszországra tippelnék így elsőre, aztán így jobban megnézve maradnék is ennél a tippnél, tehát Belotti, ott Torino, oldalt Insigne, bal oldalt, akkor Chiesa, kapuba Donnarumma, ez Olaszország lesz. Én pedig tele német klubcsapatok játékosaival, maradjunk annyiba, hogy majdnem a fél csapat Bayern München, de van azért Lipcse, Dortmund, Gladbach, és ugye ott Kroos, Werner és Havertz, ez bizony Németország lesz, úgyhogy a harmadik csoport ellenfelünk is most már megmutatkozik itt. Ellenük lesz idegenben a meccs, de talán papíron a legegyszerűbb, ha lehet mondani ilyet. És akkor egy újabb olyan csapat következik, amely ugye hát Ferencvárosi játékost foglalkoztat. Skriniárról jut eszembe, Szlovákia lesz bizony, ugye Robert Mák. Hát itt az utolsó másodpercben jutott eszembe a csapat, úgyhogy eddig mondhatom azt, hogy talán a szlovákok fogtak meg a legjobban. De igen. Úgyhogy igazából ennyi lett volna, ezen mondjuk magam is meglepődtem. Természetesen azért elmondom, hogy nem néztem meg előtte a videót, de hát 24-ből 24 egyet sikerült elérnem, úgyhogy mondjátok meg, írjátok meg ti is, hogy nektek mennyit sikerült, tehát ha szeretnétek-e mondjuk hasonló kvízjátékokat látni, vagy felejtsük el ezt inkább ebben a műsorban.